Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, itt vagyunk a Városi Könyvtárban, és heti könyvajánlónk következik. Egy igen érdekes és nagyszerű könyvet szeretnék első körbe ajánlani. Mi megvédjük a koronát, a korona megvéd minket, fejezetek a magyar királyi koronaőrség történetéből. Egy nagyon szép kivitelű könyv, ami a Magyarság Kutatóintézet hozásában jelent meg. Szeretném felolvasni Ádám Barnabás ezredes, a Honvéd koronaőrség parancsnokának előszavát. A Szent Korona története és megőrzése hazánk történelmének egy viszonylag keveset emlegetett, de valójában komoly nemzeti felelősséget is magában hordozó kötelezettsége. Egyes források alapján ennek megítélése és jelentőségének kihangsúlyozása akár egy állam nemzeti kötelezettségen is túlmutathat. A világ kulturális és szellemi örökségét jelképező fontos és lényeges alkotások talán az egész emberiség történetében is egymáshoz illeszkedve egy dinamikusan változó, csodálatos rendszert alkotnak, amely rendszerben minden embernek helye és szerepe kell legyen. A történelem úgy hozta, hogy a Szent Korona tekintetében egyes korokban ezek a szerepek többek életében komoly felelősséggel jártak. A magyar Szent Korona korunkban megismerhető őrzés védelmének története egy történelmi korokon átívelő, számunkra csodálatos és izgalmas történet lehet, amelyben kötelességünk, hogy minél több hiteles tényt megismerjünk és továbbadjunk a jövő generációjának számára. E kiadványnak a célja megmutatni, hogy a Szent Koronához közvetlenül kapcsolódó valós tények és az ehhez tartozó megtörtént események láncolata milyen összefüggésben lehet az elmúlt korok értékrendjének kialakulásában és a mai gyorsan változó világban, egy nemzeti múltban történelmileg is kiemelkedő jelképrendszer milyen maradandó értéket képviselhet egy több mint 1000 éves múlt egyetemleges felelősségeként. Tehát akit a téma érdekel, annak feltétlenül ajánlom, egy nagyon érdekes könyvről van szó. Következő két kötet az gyerekeknek szól. Elsőként Astrid Lindgren Kell nyomozni kezd című kötetét szeretném bemutatni. Mihez kezdene Sherlock Holmes egy békés kisvárosban, ahol nincsenek büntények, és ezért nincs is mit kinyomozni? Holmes elmenekülne egy ilyen helyről, Caleb Longsweet, az ifjú mesterdetektív persze nem megy sehova, hiszen még csak 13 éves, és itt él a családja, meg a két legjobb barátja Anders és a vagány Evalotta, akibe titokban fülig szerelmes. Carl minden felbukkanó idegenben bűnözőt lát, és ezúttal talán nem is téved. Einar bácsi valóban gyanús alak, pisztolyt hord magánál, és bárhová besúran a tolvaj kulcsával. Kále az évszázad bűnesetét szimatolja, barátai viszont inkább belevetnék magukat a rózsák háborújába, a szokásos nyári csatározásba, a rivális gyerekcsapattal. Banda háború vagy bűnöldözés? Egy biztos, a nyomozás csak is akkor lehet sikeres, ha Anders és Evalotta is Kále segítségére siet. Csak nem 70 év telt el azóta, hogy Astrid Lindgren az izgalmas Kále trilógiával megteremtette a skandináv krimi ifjúsági változatát. Most ennek a sorozatnak az első, felújított kötetét tartja kezében az olvasó, az illusztrációkat Németh Gyula készítette. És a végén H. János Alfabéta és a 44 rabló című kötetét szeretném bemutatni, ajánlani. H. János egy egészen különleges műfajú, bűbájos humorú, kalandos könyvet alkotott nagyobbodásoknak, kisiskolásoknak és nem utolsó sorban a szüleiknek, amikor megszületett Mese ABC-je az Alfabéta és a 44 rabló. A könyv főhőse, Peti, nem csak kíváncsi, de nagyon bátor fiú is. Nem riad vissza egy titkos összeesküvéstől sem, amiben egy föníciai terrorista Alfabéta és még Peti szülei is nyakig benne vannak. Sorban kopog be egy bérház ajtaján, hogy kiderítse, melyik mögött kilakik. Így találkozik az ájtatos manóval, a dzsigolóval, sőt még egy yetivel is. Maros Krisztina lélegzetelállítóan szép és humorral átitatott illusztrációit nézegetve és a meseregényt olvasva mindenkinek ugyanolyan gyerekjáték lesz megjegyezni a betűket
és elsajátítani az olvasást, mint Peltének. Ez a három kötet jutott erre a hétre, következő alkalommal is várom Önöket, köszönöm a figyelmüket!